Mogár Pál olyan időszakban jelent meg a sportákban, amikor a palánkvarázslók körében még mértékadó volt az elegancia. Az igényes technika és játéktudás mellett úgy nőtt fel és lett a Magyar Nemzeti Együttes csapatkapitánya, hogy a második világháború után és a rákos időszakban is meg kellett küzdenie a mindennapokkal. Ő maga így van erről. Selmecbánya az akadémia szelleme már édesapámon keresztül ívódott belém. Ő ott végzett 1909-ben. Tésen, a Bakony egyik eldugott kis falujában születtem, 1927-ben. Az elemit a helyi iskolában végeztem, még középiskolai tanulmányaimat Székesfehérváron. 1949 tavaszán kerültem be a válogatottba, és 1956-ig 89 alkalommal képviseltem a Nemzeti Színeket. A sportág krónikásai szerint minden idők legsikeresebb csapatának voltam kapitánya. Emléket megőrizzük.